Ezúttal 8 ifjú hölgy képviselte. Kiszáll, kifog a ringből. Kismadár, nagyvadár. A kismadár az beszáll a ringbe, aztán, hogy kiszáll ki a ringből, arról is én fogok gondoskodni. Úristen, szóval akkor a mai estét, ezt hogy készültek a mai estére, majd ha ennek elvége lesz, hát akkor ez nagy ünneplés lesz, komoly, nagy, igazi, mint egy világbajnoki cím után? Amennyiben győzök, természetesen. Hát ez nekem ugyanolyan, mint egy világbajnoki cím, a bocsi ellen egy óriási megtiszteltetés nekem boxolni, úgyhogy remélem, hogy ő is ugyanígy érez, úgyhogy akkor egy nagyot fogunk utána ünnepelni. Őt lehet, hogy a hortányon fogják odahozni az ünnepre, de az nem érdekes, az a lényeg, hogy én jól érzem magam. Na bocsi, most mondd meg a frankot, viccelsz vagy komoly? Taktikát változtattam, most tényleg kiütésre megyek. Ugyanis az előbb elszalasztottátok azt, hogy fölmentünk a madár öltözőjébe, és ő már rendesen bemelegített. Erre megijedtem, hogy a madár ellenem bemelegít, normális. De nagyon komolyan vette, és utána elkezdtünk már egy picit fennkesztyűzni az öltözőben, már ütögettük egymást, és hát nagyon komoly volt. A ringsegédem, Doszpot Péter. Mondta, hogy hozott krétát, igen. Hozott krétát, helyes. Ő mondta most itt a padon, hogy ez a madár nem viccel, ez nem olyan show mérkőzés lesz, mint a többi, hanem az, hogy ez az egyetlen esélyed, hogyha kiütöd. És, de most elmondhatod... A többi boxoló mosolyog persze ezen. Elmondhatod most a kamerának, amit csak utólag fog látni a madár, hogy mi a konkrét terved. Oké. Bemegyek, annyit mondtam neki, hogy figyelj, te ne csinálj semmit, én majd jövök. Tehát ez volt egy ilyen előzetes megbeszélt történet, nem tudom, hogy tartja magát. És akkor bal egyenessel egy picit, hogy megpuhatolom az ütőtávot, és egyből egy jobbal beverek, és kész. Annyi. És korábban is haza tudunk menni majd. De úgy vissza sem nézel, tehát akkor úgy mész ki a ringből, nem? Hogy... Hát nincs más dolga. Ja, igazán van. Igen. Hát először is jön olyan valaki, aki a hazai professzionális ökölvívó élet vezető sztárja jelen pillanatban. Egykoron világ és Európa bajnok volt. Sőt, a Sydney olimpián olimpiai bronzérmet szerzett. Aztán a professzionális világban, az interkontinentális bajnoki cím után immáron hosszabb ideje ő a WBO félnehézsúlyú profi ökölvívó világbajnoka. Hölgyeim és uraim, érkezzék a kék sarokba a verhetetlen bajnok Erdei Madár! Segítették. Öcsi bácsi és Gyugyó, tehát ők ketten most is a szorítók sarkában. És ha már boxkesztyűvel nem, akkor talán mivel igen? Mármint, hogy mivel lehet legyőzni egy verhetetlen bajnokot? Talán egy bumeránggal? Hát persze, az, aki hajíthatja ezt a bumerángot, jöjjön Bocsi, azaz Bocskor Bocsi! Mindenki egyszerre nyomja meg a
Gábor! És ott is szárad Doszpot Péter a szorító sarokba! Jól kérem szépen! Hát akkor jöhet a bum-bum-bum! Könyörök, kérem az urakat, Tokától Bokáig, legyen nekem is dolgom. Köszönöm, igen. A mérkőzés vezető gyors utasításait lefordítom, azt mondta, könyörgöm uraim, Bokától Bokáig, hogy legyen nekem is gondom. Hát ezen nem fog múlni. Szóval, hölgyeim és uraim, jöhet a bum-bum-bum, Bocsi és Madár! Na kérem szépen, a fináléhoz érkeztünk el, hölgyeim és uraim. Hát Bocsi nagyon eltökélt. WBO veretlen világbajnok a Madár, és ugye... Hoppá! Gábor. Madár már eléggé odasújított. Bocsi, azt mondta, hogy kiüti, most már nem szórakozik. Ezt mondta neked? Igen, nekem jobban. Ezt mondta, igen. Azt mondta, hogy elég volt. Nézzétek meg azt az elszántságot, és bevállalós a Bocsi, bevállalós, és eszébe jutott, amit mondtam, hogy jobbra forogja a ütés után. Hopp, kapott egyet. Most úgy láttam, ez az erőssége a Madárnak, hogy madár zsíkban nem szabad mozogni ellene, mondtam a Gabinak, még a mérkőzés előtt, hogyha lehetséges, akkor duplázni kéne. Kapott megint. A Bocsi, Bocsi kapott egy... Nem. A kezére kapott, szerencsére. Ja. Azért látom, a védekezésre arra nagyon sikerült kioktatnod, mert ügyesen fenntartott. Nagyon jó mozgáskészségű srác. Az az igazság, hogy fiatalon elkezdettem volna boxot. Biztos vagyok, hogy ifi bajnoki címig, vagy egy, meg talán még tovább is főjutatott volna. A mozgáskészsége megvan. Meg a hiúsága is. Meg a elszántsága. Hát az lesz boxoló, akiben van egy egészséges virtus, egy egészséges pecsvár. És ők ide most beléptek a mai napon, ezek a színészek, különböző szakmából levő emberek, azokban volt becsvágy, bizonyításvágy, virtus. És annak idején is így kezdtem a boxot, hogy az iskolában azt mondja, nem mersz lejönni boxezésre, ott kipofoztam. És nem mertem három, és neki is pofoztak, de hát ott maradtunk. Bizony. Hát mert nagy volt az iram, ebben a súlyban nem szokásám, azért ez is egy félnehésúlyi mérkőzés, bár a Bocsi nem éri el részt, nem úgy félnehésúly, de félnehésúlyban azért ez az iram elég nagynak tűnt. És az elején ugye a menet első felét ő nyerte azzal a letámadásos taktikával és a jobbra fogjával. Ugye örülök neki, hogy azért... Hát mondjuk Madár azért annyira nem lihet, de ezt jó, hát ő neki nyilvánvaló mindennapos kenyere a box. Aktív profinál, ez elvárható azért, ugye? De Gabi valamikor egész komolyan vette az edzéseket, most az utóbbi időben úgy tudom, megint erre kiállt. És elszánt volt mindig, azt tudtam, hogy bevállalós, repülőtől kezdve minden bevállalt. Lajos reggel is úgy jött már a rádióba, egyébként futva érkezett, nem tudom, mesélte? Nem, azt mondta, hogy egy percet sem bír futni a futópadon. Mert az biztos vagyok abban, hogy a kis Nórát emelgette szerintem, egy kis konti kedvéért. Szerintem... Most éppen ezért jobban is vigyázz magára. Most kapott egy oldalast. Nem, a kezére a vállára kapta. Jól felhúzta a vállát. Bocsi, nagyon fáradt. Szerintem nagyon fáradt. Nem fáradt. Nem, még nem. Csak óvatos. Ez az, Bocsi. Tangózzatok. Szabálytalan. Karkot. Ez az mindenki, nem hiszik el az emberek, nem hiszik el az emberek, hogy egy perc alatt, hogy el lehet fáradni. Nagyon. Hát az embertelen energiát, idegenergiát, koncentrációkészséget kell az ökövel. Na még egy perc. Ne hülyeskedj! Na is vároljatok a végén. Nem egy egyszerű lesz az az utolsó perc. Hát most azt hiszem, a Bocsi ott is szedi. Most kéne neki mondani, mint a Laci szokott, hogy csak ki kéne fújni, majd befele bejön. Így van. De ő kifele, befele is fújja most, ahogy látom. Kilégzés neki. Sorok álltak sorba, úgyhogy érdekeli az embereket, hogy a Bocsi milyen értelemben, hogy fog helytállni. Nem azt várják, hogy itt összetörje a madarat, de azt, hogy helytálljon, azt igen. És eddig ennek teljes mértékben megfelel. Már a saját kesztyűvel fogja kiütni a madarat. Képes ilyen ütikre. Láttam már olyat, hogy... Üski, Bocsi, üski! Szurkolásnál a kommentátornak... Nincs, igen, de mindjárt mondok valamit, Lajos. Sajnos ne haragudjatok el, ezt nem tudom letagadni. Elfogult. Nem vagyok elfogult. Akkor madár üsek.
neki mindegy. Ne durváskodj. Nem, sőt. Dehogy ne. Sőt, madárcsokra. Vigyázzon magára, madárcsok, vigyázzon magára. Madárcsontjaira. Bocsi, figyel, most lehet tanulni. A bíró volt a hibás, mert lezárt a menekülési útvonalat. Elveri a fenekét a bocskornak a madár. De úgy láttam, hogy ajtaj. Fogd le! Térgyét ismeri. Elfáradt, egyen meg a szívét. Hát ilyenkor lehet tudni, hogy milyen hihetetlen energiába kerül, pedig biztos vagyok benne, biztos vagyok benne. Most már egy kicsit ráhúztak, összem 16 másodpercet. Jó van. Kibírta. Becsületes férfi munka volt. Szenzációs jó. Még utána körbe szalad vele a hátán nézve. Van egy kis plusz energiája. Nem lehet azt mondani, hogy rossz a kondia. Semmi esetben sem. Nagyon jó helytátok. Sanyi bácsi, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük, hatalmas volt azért. Ez volt az igazi szakemberek segítségével. Na lássuk, mi újság oda bent. Jöjjön a vastap, és ez az. Hey, bocsi, ennyire még nem. Felejtetetlen pillanat volt levegőért kapkodni, látni Bocskor Gábor. Van már? Hát alig-alig. Szóval ez a legszemetebb taktika, amit a madár választhatott. Mert elverte tőled az oxigén. Elvette az oxigén maximális. Hát a Doszpot Peti ugye a ringsegéden mondja, nem mozogja annyit. Mondom, mozgat, basszus. Nem volt más választás. De a végén azért jó volt egyébként ez a körbe madarasztatás. Tehát úgy látom, Kondival azért nem állsz olyan rosszul. Egyelőre nem, hiszen nemrégen boxoltam, úgyhogy még nincs 3 hete a mérkőzésem. Van egy kék folt a szemem alatt, azt nem a bocsi szerezte, azt a kisfiam. Ő másfél éves, de egy kicsivel azért nagyobb ellenállást tanúsít. Kesztyűben vagy anélkül? Természetesen ez csak vicc. Szuper meccs volt. Igen. Én csak azt akartam, hogy a bocsi érezze, hogy milyen az, amikor az ember ringben van, és ütések jönnek felé. Mert ez is egy szakma, ez az én szakmám, de hát én természetesen nem üthettem kőkeményen, ő se ütött kőkeményen, mert ennyiből azért rendes volt. Úgyhogy ezt megköszönöm rendes neked. Rendes volt, meg ki mi? Rendes. Hát ezt az egyet megbeszéltük a madárral, hogy azért egy olyan ember, aki nem nagyon boxol, olyan parasztlengőket tud elengedni, ami egy profi boxolónak is meglepő, és hogy ő ne fusson ilyenbe bele, mert akkor ő meg kivégez. Na most nagyjából ezt tartottuk, nekem viszont eszméletlen élvezet volt. Tehát az ember ugye látja tévén keresztül, ahogy egy profi világbajnok boxol nagyjából oldalról, amikor szemben áll, az azért lenyűgöző. Szóval még az élményt is köszönöm madárnak. Az egész más. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönjük az